A légvédelmi rendszereket bemutató sorozat eddig csak a szovjet honi légvédelmi rendszerekkel foglalkozott. A honi légvédelem elnevezésből felvetődik a logikus kérdés, hogy létezik-e másmilyen is. A válasz pedig igen, ez pedig a csapatlégvédelem, ami a harcoló alakulatok légvédelmiért felelős. A honi légvédelemmel szemben, ami jellemzően statikus célpontokat véd, addig a harcoló erők mozognak, ami alapvetően más, mobil eszközök használatát követeli meg. A hidegháború alatt a szovjet csapatlégvédelmi rendszerek voltak dominánsak. Nagy számban, harci körülmények között szinte csak ezek demonstrálhatták képességeiket. Emiatt első lépésben a szovjet mintájú csapatlégvédelem felépítésén és eszközein keresztül kerül bemutatásra a téma. Ennek fényében válik majd jobban értelmezhetővé a NATO és más államok csapatlégvédelme is. A hidegháború alatt a Szovjetunió csapatlégvédelem céljára számtalan eszközt fejlesztett ki és állított hadrendbe. Ezek hatótávolságban, alapvető felépítés és működési elvükben is eltértek. A várról indítható légvédelmi rakétáktól kezdve kis és nagy kaliberű légvédelmi tüzérség és nagy hatótávolságú légvédelmi, illetve rakéta elhárító rakétákig bezárólag előfordult minden. A hidegháború alatt kifejlesztett eszközök öröksége mind a mai napig él. De mik is voltak ezek? A légvédelmi tüzéreszközök a legkisebb hatótávolságú légvédelmi géppuskáktól a gépágyukon át a légvédelmi ágyukig terjedt, 12,7 mm-es űrmérettől felfelé egészen 130 mm-ig bezárólag. A légvédelmi rakétás rendszerek hatótávolság szerinti felosztása a következő volt. A kézi légvédelmi rakéták időrendben Strela 2, Strela 3, majd Igla 1 és Igla voltak. A közeli hatótávolságú elektrooptikai vagy infravörös rakétával felszerelt rendszereket az önjáró Strela 1, majd Strela 10 képviselte. A kis hatótávolságú radarvezérlésű légvédelmi rendszerek csoportját gyarapította a hidegháború talán legismertebb légvédelmi rakéta rendszere, a Kub, illetve az önjáró légvédelmi járművet takaró OSZA család. A közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert a 2K-11 Krug és utódja az S-300V1 Antej 300, valamint a Bukem-1 jelentette. Illetve a 60-as évek elején jobb hián egy ideig az S-75M Volhovot is használták csapatlégvédelmi célokra, annak minden mobilitási korlátjával. A nagy hatótávolságú radarvezérlésű rendszerek közé egyedül az S-300V Antej komplexuma tartozott. A hidegháború alatt fejlesztett rendszerek közé tartozik a Thor és a Tunguska, de ezek jelentősebb mennyiségben már csak hidegháború után kerültek a csapatokhoz. Ezen rendszerek részletes technikai bemutatása külön-külön történik majd meg, nem ebben az anyagban. Ez a bemutató arra az időszakra fókuszál, amikor elsővonalas egységeknél már a légvédelmi rakéták vitték a prímet, tehát nagyjából a 70-es évek elejétől. A csapatlégvédelmi eszközök szervezeti tagozódásához szükséges ismerni a szárazföldi haderők alapvető felépítését legalább minimálisan. Viszont ez az anyag nem a szárazföldi haderők kis okosa, ezért csak olyan mértékben történik meg a szervezeti felépítés és egyes alakulatok eszközeinek a részletezése, némi kikacsintással, amit a csapatlégvédelem megkövetel. Ez teszi lehetővé az arányok és képességek bemutatását. A szárazföldi fegyveres erők alapvetően a harcoló alakulatok köré épülnek fel, azok alkotják a kemény magot. Kezdjük a gépesített lövész alakulatokkal, mert amúgy is minden katona lövész, köréjük épül fel minden, azok megismerése után látható és érthető lesz a hozzájuk társuló légvédelmi rendszerek rétegződése, mennyisége és végül képességeik is. A harcoló alakulatoknak van egy észszerű minimum mérete. Ahogy egy lövész katona, úgy egy harckocsi sem grasszál egyszer magában és biztosít területet, ahogy egy légvédelmi jármű sem öncélúan mozog egyedül. Az összhaderőnemi koncepció azt jelenti, hogy már zászlóalj szinten is rendelkezik az adott lövész egység minden szóba jöhető célpont elleni fegyverzettel, gyalogság, páncélosok, repülőeszközök a saját méret kategóriájában. Ennek szellemében lássuk, hogyan épült fel a 70-es évek végi, 80-as évek elejé szovjet gépesített lövész alakulat. A gépesített gyalogság legkisebb harci egysége a RAJ. Ennek nagyságát a 60-as évek óta lényegében az őket szállító harcjárművek határozzák meg. A Szovjetunióban a 60-as évek eleje óta a BTR család páncélozott szállító harcjárművek különféle változatai adják a lövészerők szállító járművek gerincét. Ebből három generáció volt a hidegháború alatt, a BTR 60, 70 és 80. A 60-as évek második felében jelent meg a gyalogsági harcjárművek első tagja, a BMP-1,
aminek utódja a BMP-2 a 80-as évek elején jelent meg az első vonal a szovjet egységeknél. A 70-es évektől kezdve ezért a lövészrajok mérete járműtől függően 8-11 főt jelentett. A rajok létszámába beletartozik a járművek kezelő személyzete is, mert azok adnak tűztámogatást a rajnak. A lövészrajok fegyverzete kézi fegyverekből tevődik össze, pisztoly, karabé, géppuska, mesterlövészpuska és RPG kézi páncéltörő eszköz, és persze a harcjármű fegyverzete, ami lehetett géppuskától a gépágyun át, a sima csövő ágyúig bármi, sőt, akármi páncéltörő rakéta is. A szállító járművekről bővebben az extra tartalomban található információ. Három lövészraj alkot egy szakaszt, tehát három darab jármű a fentiek közül. Három lövészszakasz, vagyis 3x3 jármű alkot egy századot, ami kiegészül egy parancsnoki járművel. Tehát összesen 10 páncélozott harcjármű alkot egy gépesített lövészszázadot. A lövészszázad kiegészül egy további rajjal, irányított páncéltörő rakétákkal és géppuskásokkal kiegészülve. Ezek a három szakasz között vannak szétszórva. Három lövészszázadból áll össze egy lövészzászlóalj, ami kiegészül egy zászlóalj parancsnoki járművel és a törzs parancsnoki járművével. Tehát összesen 32 darab alkotja az állományt. A zászlóalj kiegészülhet egy páncéltörő szakasszal, ez irányított páncéltörő rakétákat vagy hátrasiklás nélkül löveget használ. Így nagyjából 40 gyalogsági szállító harcjármű alkotja a lövészzászlóalj gerincét. Három lövész zászlóajból és egy harckocsi zászlóajból áll össze egy gépesített lövészezred. A harckocsi zászlóalj 4 századból áll, századonként 3 szakaszból, mindegyik 3 harckocsival, ez kiegészül a parancsnoki járművekkel. Tehát 1 század harckocsi az 3x3 plusz egy parancsnoki jármű. A lövészezred egy páncéltörő üteggel egészülhet ki, ez 3x3 darab járművet takar páncéltörő rakétákkal. A páncéltörő rakéta és platform kombinációból számtalan jármű született, erre egy példa a BRDM-2 és annak különféle alváltozatai, amik más-más páncéltörő rakétával voltak felszerelve. Az ezred kiegészül egy felderítő századdal, ami további 10 harcjárműből áll, ahogy névlegesen egy lövész század. A fentiek adják egy gépesített lövészezred magját, akik felderítenek, majd közvetlen harcérintkezést vesznek fel az ellenséges erőkkel. Ezen járművek mennyiség és személyzete az, ami nagyjából referenciának vehető az oltalmazott harcoló erők nagyságát nézve. A harcoló alakulatok azonban nem létezhetnek a támogató erők nélkül. Harctámogató alakulat lehet például egy tüzérségi vagy légvédelmi egység. A harctámogatók önmagukban tűzerőtől függetlenül nem jelentenek terület megtartó ütőerőt. Ezen a két példán keresztül is már látszik, hogy amíg egyik oltalmazza egy fenyegetéssel szemben a harcoló erőket, addig a másik kiegészítő tűzerőt biztosít. A harcoló alakulatokhoz hasonlóan a harctámogató alakulatok is eltérő méretűek. Már a gépesített lövészzászlóalj is rendelkezett támogató alakulatokkal, például tüzérségi támogatással. A zászlóalyhoz tartozott egy 120 mm-es aknavetővel felszerelt üteg, de maguk a századok is rendelkeztek 82 mm űrméretű aknavetőt használó aknavető szakasszal. Ezred szinten viszont aknavetős üteg helyett már a nagyobb lőtávolságú és tűzerejű 122 mm űrméretű lövegekkel felszerelt tüzérosztály és egy rakéta sorozatvető üteg ad tűztámogatást. Ezek az egységek is az adott szervezeti szinten 1-2 tucat harcjárművet jelentenek. A harc tevékenységben részt nem vevő támogató egységeket harcbiztosítóknak hívjuk. Ilyenek lehetnek például rádiótechnikai, műszaki és logisztikai alakulatok. Minden szervezeti színnek megvan a maga harctámogató és harcbiztosító alakulata, de utóbbiakkal ez az anyag a továbbiakban egyáltalán nem foglalkozik. Elégedjünk meg annyival, hogy minél fentebb lépünk a szervezeti felépítésben, a támogató alakulatok típusai és méretei úgy nőnek. Egy nagyon egyszerű példával, század szinten semmiféle egészségügyi alakulat nincs, addig egy hadosztálynak egészségügyi zászlóalja van, ami lényegében egy kisebb kórház személyzetével és eszközeivel bír. Az eddigiekből az látszik, hogy a támogató alakulatok mérete azzal arányosan nő, hogy milyen szervezeti szinten levő egységet támogat, hogy mihez van hozzárendelve. A támogató alakulat mindig kisebb. Ahogy egy gépesített lövészezrednek van tüzérségi zászlóalja, úgy van a gépesített lövészhadosztálynak tüzérezrede vagy légvédelmi ezrede. Az eddig bemutató szervezeti felépítés szerint békeidőben a gépesített lövészezred 4 darab harcoló zászlóalyból áll. 3 gépesített lövész és egy harckocsi zászlóalyból.
Az viszont nagyjából a második világháború óta alapvetés, hogy a harckocsik és a gyalogság együtt harcolnak, mert egymás nélkül egyik sem éri el harcértéke maximumát, illetve egyes környezetben gyalogsági támogatás nélkül a harckocsik könnyű célpontok. Szervezetileg az eddigi ábrán nem látszik, hogy a harckocsik hogyan kerülnek a gyalogság mellé. Ez úgy valósul meg, hogy háború esetén az egy ezreden belüli harckocsi zászlója harckocsi állományát, annak 300-át szétosztják a gépesített lövészzászlójak között, egy 100 megtartalékot képez. Így minden egyes gépesített lövészzászlójat egy harckocsi 100 támogathat. A harckocsik adhatnak a gyalogságnak tűztámogatást, de egyben az ellenséges harckocsik leküzdésének egyik fő, de nem kizárólagos eszközei. Most, hogy már képben vagyunk egy gépesített lövészezet harcoló és főbb támogató alakulataival, lépjünk egy szinttel feljebb. Lássuk, hogyan néz ki egy átlagos gépesített lövészhadosztály. Annak harcoló állományát 3 darab gépesített lövész és 1 darab harckocsi ezred alkotta. A gépesített lövészezredek közül egy BMP gyalogsági harcjárművel, 2 BTR páncírozott szállító harcjárművel volt felszerelve, azok zászlóalja homogén harcjármű állománnyal bírt. A gépesített lövészhadosztály önálló harckocsi ezrede 3 zászlóaljból áll. Ennek harcjármű állományát csak harckocsik adják. Egy gépesített lövész összfegyvernemi hadsereg 1 darab harckocsi és 4 darab gépesített lövészhadosztályból állt. A harckocsi hadosztály felépítésével itt most nem foglalkozunk, arról bővebben az extra tartalomban esik szó. Természetesen a hadosztály és hadsereg is számtalan harctámogató és harcbiztosító alakulattal rendelkezett, amik egy ezredhez vagy hadosztályhoz sem tartoztak közvetlenül. Ezek képezték a hadosztály és hadsereg szintű tartalékot, illetve biztosítottak egyfajta rugalmasságot, és persze látták el az alapfeladatot is, a tűztámogatást és a légvédelmet nézve. Fontos megérteni azonban a békeidős és háborús szervezetek közötti különbségeket. Békeidőben állhatott a hadsereg 4-5, a 6 test 2-3 hadosztályból, ezek betartották a nemzeti határokat. Háborúban viszont egy szovjet szervezetű hadsereg 5 hadosztályból, egy front 2 vagy 3 hadseregből állt a hadászati irány fontossága alapján. A jellemzőbb 2 hadseregből álló front 10 plusz 1 tartalék hadosztályból állt. Ez a front, mint fogalom, egy szervezeti szint neve, nem úgy kell elképzelni, mint frontvonal. Más fegyveres erőknél a front, mint terminológia, a hadseregcsoporttal vehető azonosnak nagyjából. Lengyelország nem volt határos szárazföldön egyik NATO állammal sem, mégis volt lengyel front. Azaz ott levő hadosztályokból összeálló hadseregek együttesét takarta. Konkrét példán keresztül érthetőbb lesz a komplikáltnak tűnő rendszer. Magyarországon a következő egységek állomásoztak a 80-as évek közepén. A magyar néphadsereg 1 darab harckocsi hadosztállyal és 5 darab gépesített hadosztállyal bírt. A magyar néphadsereg 5. hadserege által 7., 8. és 9. gépesített lövész hadosztályokból, illetve a 11. harckocsi hadosztályból. Ezek sorrendben Kiskunfélegyházán, Zalaegerszegen, Kaposváron és Tatán állomásoztak. A magyar néphadsereg 3. hadteste állt a 4. és 15. gépesített lövész hadosztályokból. Az előbbi Gyöngyösen, az utóbbi Nyíregyházán volt. A szovjet déli hadseregcsoport 2 darab harckocsi hadosztállyal és 2 darab gépesített hadosztállyal rendelkezett. A harckocsi hadosztályok a 13 és 19. Szentkirályszabadján és Esztergomban, a gépesített lövészek a 254. és 93. hadosztályok Székesfehérváron és Kecskeméten állomásoztak. A szovjet-magyar határ Kárpátalja jogoldalán Munkácson állomásozott a 128. gárda lövészhadosztály békeidőben a 38. hadtest keretében. Háború esetén ezek szintén a Dunai frontot erősítették volna. Így állt volna össze a Dunai front körülbelül 2 darab hadsereggel és 1 darab tartalék harckocsi hadosztállyal, összesen 2x5 plusz 1, tehát 11 darab hadosztállyal. Ebből valószínűleg a Szentkirály szabadjai volt a tartalék harckocsi hadosztály, azt vonták ki elsőnek a szovjet kivonuláskor. Az NDK-ban megalakuló frontokat 3 darab hadsereg alkotta volna, 2 darab gépesített lövészt és 1 darab harckocsi hadsereggel. A fentiekből következik, hogy a szovjet és a varsói szerződés tagországok haderőit önmagában vizsgálni részben értelmetlen. Háború esetén ezek együttesen álltak volna össze, közös vezetésű seregekké. Csak tisztán szovjet hadosztályokból álló hadsereg Kelet-Európában elvileg létezhetett volna, de hogy ez mennyire lett volna általános és reális az Európában levő két stratégiai irányban, azt már nehéz megmondani.
A Szovjetunió nem NATO tagállamokkal határos katonai körzeteiben, viszont tisztán csak szovjet egységekből álló hadseregek lettek volna, például a Kaukázusban, illetve a Kínával határos területeken. Ez viszont felborítja az idealizált szervezeti felépítést nem csak a légvédelemnél, hanem az egész Varsói Szerződés katonai képességeit nézve. A VS tagországoknál az alakulatok feltöltöttsége sokszor hiányos volt, ezért emiatt a front légvédelme egyáltalán nem lett volna egyensúlyozott, sem mennyiségileg, sem minőségileg, ahogy a harcoló alakulatok erejét nézve sem. Ezen eltérésekről egy adott időszakban az extra tartalomban esik szó. A légvédelem felépítése a mennyiség és minőségi rétegződésének megértéséhez az alakulatok átfegyverzési ütemét is figyelembe kell venni. Egy zászlóaljon, ezreden vagy hatosztályon belül is egyes alakulatok eszközei még a korábbi generációt képviselték. Tehát lehet, hogy már például egy hadosztály egyik gépesített lövészezrede az Igla légvédelmi rakétákat már megkapta, de a többi még a korábbi Strela 3-at használta. Ezen felül az alakulatok feltöltöttsége technikával és személyzeti oldalon hatalmas szórás mutatott attól függően, hogy melyik országban levő szovjet vagy melyik VS tagország hadosztályról volt szó, és legfőképp, hogy mikor. A szovjet hadosztályok mindig korábban kapták meg a legkorszerűbb technikát a VS tagországokhoz képest, akár 5-10 évvel korábban is. Sőt, egyes harceszközök exportja fel sem merült. Például sem a T-64, sem a T-80 harckocsi család egyetlen változatát sem exportáltak a hidegháború alatt, kizárólagos alkalmazójuk a Szovjetunió volt. A minőségi elmaradása példa, hogy amikor a szovjet erők már a Strela 2 várról indítható rakétát már Igla vagy Igla 1-re cserélték, addig a magyar néphadseregben vagy más VS tagországokban a Strela 2 még mindig elterjedtnek számított még a 80-as évek legvégén is. Ahogy a honi légvédelmi rendszereknél, itt sem csak a rakétaindító járművekből és radarokból állt egy légvédelmi alakulat, hanem az azt kiszolgálókból is. Teherautókból, tartálykocsiból, parancsnoki járművekből, stb. A nagy összkép a tűzerő és minőség bemutatása szempontjából ezek nem fontosak, ezért ezekkel nem foglalkozunk. A harcoló alakulatok közvetlen légvédelme a különböző szervezeti szinteken a következő volt. Gépesített lövészzászlóaljanként rendelkezett egy légvédelmi szakasszal. Szakaszonként 3 darab lövészrajjal, rajonként 3 darab indító, azaz összesen 9 darab kézi légvédelmi rakétaindítóval. A kézi légvédelmi rakéta típusa korszaktól és alakulattól függően lehetett Strela 2, Strela 3, Igla 1 vagy Igla. Minden gépesített lövészezred két légvédelmi üteggel rendelkezett, egy légvédelmi rakéta és egy légvédelmi tüzérüteggel. A légvédelmi rakéta üteg vagy Strela 1M vagy Strela 10M járműveket használt. Egy légvédelmi rakétás ütegben 4 darab harcjármű plusz 1 darab parancsnoki jármű volt. Ez utóbbi egy BTR-60-ból kialakított vezetési pont, amely kapcsolattal rendelkezett felsőbb szintű automatizált rávezető rendszer felé. A vezetési pont képes volt légihelyzet adatok fogadására rádión vagy adatkapcsolaton keresztül más légvédelmi alakulatok felderítő radarjaitól. A légvédelmi tüzérüteg egy ZSU-23-4 Silka légvédelmi üteg volt, egy ütegben 4 darab harcjárművel és 1 darab parancsnoki járművel. Ez a békeidős hadrend, háború esetén viszont a Strela és Silka járműveket szétosztották volna a két támadó zászlóalj között. Ezek két-két légvédelmi járművet kaptak volna, a tartalék zászlóalj semmit. 1990-től egy Tunguszka üteg váltotta volna fel a légvédelmi tüzér és rakéta ütegeket. 4 plusz 4 darab helyett összesen 6 darab harcjárművel, de erre már csak a Szovjetunió összeomlása után került sor. Az ezred parancsnokságnak, tehát ezredenként további 3 darab kézi légvédelmi rakétaindító állt rendelkezésre. Ezek típusai a már korábban említettek lehettek. Hadosztályonként egy légvédelmi rakétaezred adta a védelmet, ami KUB vagy OSA ezred volt. A gépesített lövészhadosztály kis hatótávolságú légvédelmét egy OSA légvédelmi ezred biztosította. Az ezred 5 darab légvédelmi rakéta ütegből állt, ütegenként 4 darab harcjárművel. Egy jármű egy célcsatornával és 6 darab rakétával rendelkezett. Az AKA és AKM változatok 6 rakétásak voltak, az első kis mennyiségben gyártott változat még csak 4 darab rakétával bírt. Összesen tehát 20 darab célcsatornával rendelkezett az ezred. A harckocsi hadosztály kis hatótávolságon légvédelmét egy KUB ezred biztosította, egy ezred 5 darab légvédelmi ütegből állt. Ütegenként 1 darab Sturm tűzvezető radarral, ez egy célcsatorna, 4 darab indító járművel, járművenként 3 darab rakétával.
Egy osztály tehát 12 darab indítható rakétával és egy darab célcsatornával rendelkezett, az ezred összesen 5 tűzcsatornával és 60 indításra kész rakétával bírt. A Kuba ezred minden ütegéhez tartozott 3 darab kézi légvédelmi rakétaindító is. A technikai alakulat szintén rendelkezett a harcoló alakulatok parancsnokságához hasonlóan további 3 darab kézi rakétaindítóval. Ez eddig szép és jó, de hogyan használták volna az oszajárműveket? Az idealizált lövészhadosztály esetében mind a 4 harcoló ezredet egy oszaüteg védett volna. Ez a 4 darab indítójármű úgy lett volna elosztva, hogy az első vonalban harcoló 2 zászlóaljat védi egy-egy pár oszakomplexum, a másodvonalban pihenőben és tartalékban levő harmadik zászlóját pedig nem. Mivel az osza ezred 5 üteggel rendelkezik, ez azt jelenti, hogy egy üteg állománya még szabad, ez képezhetett tartalékot, vagy védhette volna például a hadosztályparancsnokságot, a rakétatűzérséget, vagy bármi mást. Ez csak is a hadosztályparancsnok döntésén múlt. A hadosztályparancsnokság tehát hadosztályonként rendelkezett további 6 darab kézi rakétaindítóval. Na, ez volt eddig az elmélet. A gyakorlatban viszont máshogy alakult az, hogy melyik hadosztálytípus milyen légvédelmi ezreddel rendelkezett. Az OSZA fejlesztése majd egy évtizedet késett, ezért a Varsói Szerződés tagországai a gépesített lövészhadosztályok légvédelmét is Kuba ezredekkel valósították meg. Ez viszont komoly anyagi terhet jelentett ahhoz képest, hogy csak negyedannyi tűzcsatornát biztosított egy Kuba ezred egy OSZA-val felszerelthez képest. Az OSZA érkezésekor ezeket az ezredeket átfegyverezték, ahol megtörtént az OSZA beszerzése. De erre nem került sor mindenhol, például Magyarország soha nem vásárolt egyetlen OSZA légvédelmi járművet sem. A Kub és OSZA rendszereket váltotta le a Torem-1, annak ellenére, hogy annak megsemmisítési zónája számottevően kisebb, mint a Kub rendszeré, és nem kétéltű, mint az OSZA. A Tunguszkához hasonlóan a Torem-1 is hidegháború utáni rendszerek tekinthető, a hidegháború végén mutatóban volt csak belőle. Hadseregenként egy légvédelmi rakétadandár, vagy ezred alkotta a légvédelmet. Ezred azon országokban volt, ahol spóroltak a katonai kiadásokon, ahol csak lehetett, lásd az extra tartalomban. A 80-as évek közepéig a Krug biztosította a hadseregszintű csapat légvédelmet, a tervezett váltótípusa a Bukem-1 volt. Magyarország másodlagos frontnak számított, így csak az NDK-ban állomásozó dandárok átfegyverzése után 1989-ben fegyverezték át az első Magyarországon állomásozó szovjet dandárt Bukem-1-re. A front légvédelmét egy légvédelmi rakéta dandár adta. A hidegháború legvégéig a Krug dandár jelentette a front szintű légvédelmet, ami teljesen azonos volt a hadsereg szintű Krug dandárral. 1988-tól teljes értékű 9K81 S-300V, azt megelőzően 1987-ig egy S-300 V1-i dandár. A V1 változat az S-300 V-nek csökkentett balisztikus rakétaelhárító képességgel rendelkezett. 1990-ig összesen 3 Krug dandár lett S-300 V-re átfegyverezve, így a hátországon kívül csak az NDK-ban váltott le egyetlen Krug dandárt. Más Varsói Szerződés tagállamba nem jutott már S-300 V-ből a hidegháború végéig. Magyar vonatkozás, hogy a magyar néphadsereg nem rendelkezett frontszintű légvédelemmel, azt a szovjetek biztosították a Dunai front számára. Ez tehát az általános, idealizált felépítése a szovjet mintájú csapatlégvédelemnek. A felsorolt eszközök bemutatása és esetleges további kiegészítése a témának a légvédelmi rakéták korszaka előtt, amikor még a csöves légvédelmi tüzérség volt az úr, az később külön anyagokban történik meg. Amennyiben ezek is érdekelnek, iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy értesülj a legfrissebb tartalomról és hírekről a csatornával kapcsolatban. Ez utóbbit megteheted a csatorna Facebook oldalán is. Ha esetleg valami nem világos, kérdés vagy hozzáfűzni való van, a kommentelés lehetősége szabad, lehet csapatni. Támogathatod a csatornát annak Patreon oldalán, vagy akár YouTube felületén feliratkozással, vagy a videó alatti szuper köszönet gombbal. Az előbbiekért cserébe korai hozzáférés, extra tartalom, beszámoló az előrehaladásról, illetve a csatorna tartalmával kapcsolatos szavazások várnak hozzáférhetővé. Ez idáig 12 támogatói extra anyag készült, ezek tartalmát a videó alatti linken olvashatod. Amennyiben csak úgy szeretnéd a csatorna munkáját támogatni, akkor PayPalon keresztül is lehetőség van adományozásra.